Az örökösföldi sportközpontban, de nem a két füvespálya egyikén, hanem a műfüvespályán kezdte el a felkészülést a tavaszi szezonra a Nyíregyháza Spartacus. Feckó Tamás együttese december 12-én még bajnoki meccset játszott Dorogon, az új év első munkanapján, hétfőn pedig már edzésre jelentkeztek a játékosok. A vezetőedző szerint mindenki megfelelő állapotban tért vissza a téli szünetről. 3 hét pihenőnk volt, ebből 2 hét aktív pihenő volt, és a múlt héten már dolgoztak a játékosok, hiszen minden napra volt futóprogramjuk, amit becsületesen meg is csináltak, hiszen a tegnapi edzésen ezt már láttuk. Egy hónap múlva már bajnoki mérkőzésen fogunk pályalépni, tehát nincs hosszú idő arra, hogy nincs hosszú felkészülési időszak. Inkább az fontos, hogy most, amíg 10 napig itthon vagyunk, addig egy kicsit a fizikális részre helyezzük a hangsúlyt, majd Törökországban, ahol jó minőségi pályákon lehet és jobb időjárási körülmények között dolgozni, ott pedig majd inkább a taktikai dolgok fognak előtérbe kerülni. A Spali a bajnokság kezdete előtt a 3.-6. hely valamelyikének megszerzését tűzte ki célként. Ehhez képest csalódás a jelenlegi 9. helyezés, amelyet 7 győzelemmel, 6 döntetlennel és 7 vereséggel ért el a csapat. A játékos keretben lesznek változások, Galambos Ádám és Leba Tamás biztosan távozik, vannak már érkezők is, és tavasszal a korábbinál nagyobb szerephez juthatnak az első kerethez felkerülő fiatal futballisták is. Úgy láttuk, hogy az előző szezonban, a 2020-21-esben stabil volt a védelem, ami most ősszel nem működött, úgyhogy a védelemben mindenféleképpen érkezik erősítés. Egy saját nevelésű játékosunk az MTK-tól visszaigazol, Ignéci Martin, a támadósort is erősítettük a taktikai okok miatt, és továbbra is még 1-2 játékos várható a védelembe. Papucsek Barna sem elégedett az őszi szerepléssel. A csapatkapitány abban bízik, hogy egy jó tavaszi rajtot meglovagolva feljebb léphetnek a tabellán. Mint elmondta, a pályán számíthatnak egymásra a játékosok. Nagyon jó a csapat egység, tehát igazából a kohézió az megvan. Mindenki azt gondolom, hogy számít a társa. Nyilván valamikor nem úgy sikerülnek dolgok mérkőzés között, de próbáljuk egymást kisegíteni és jobbá tenni a mérkőzést. A Spari január 12-én utazik el a törökországi edzőtáborba, ahol orosz és ukrán első, illetve másodosztályú ellenfelekkel szemben 4 meccset játszik majd a csapat. Feszkó Tamás tervei szerint a játékosok 2-2 mérkőzésen kapnak majd lehetőséget. A terhelés mellett már a formábahozásra is figyelnie kell a szakembernek, ugyanis a hazaérkezés után 1 héttel, január 30-án a sereghajtó Tiszakécske ellen Balmazújvárosban már bajnoki pontokért lép pályára Nyíregyháza Spartacus.